Igen, ennek a szónak van egy nagyon szép magyar megfelelője, a hitújítás. És azt gondolom, hogy ez fejezi ki igazán ennek a fogalomnak a lényegét, a hitünk megújításáról szól a reformáció. És bár a közhiedelem szerint ez egy történeti lényegű szó, és egy történeti eseményre utal, de az a véleményem, hogy ettől sokkal aktuálisabb. Tehát a napjainkban is a hitünk megújításával kell, hogy foglalkozzunk nap mint nap, ahhoz, hogy boldog, istenfélő életet élhessünk. Valahol a reformációnak is az egyik legnagyobb eszmeisége talán abban ragadható meg, hogy nagyon személyessé tette az ember és az Isten kapcsolatát. Tulajdonképpen azokat a közvetítő intézményeket, akár az egyházat is kicsit háttérbe szorította, ahhoz képest, ami magában ebben a kapcsolatban megragadható. És nagyon fontos ugye az öt szóla, sola fide, a hit által való üdvözülésnek a lehetősége. Tehát az, hogy maga a hit az egyetlen ösvény, az egyetlen út, ami Istenhez elvezet. És tulajdonképpen ez a fajta személyesség, ez a közvetlenség, és ez az emberen és az Istenen múló kapcsolat az, ami meghatározza ezt az új eszmeiséget. Tehát ebben kőkeményen benne van az ember, az, hogy mi, amit teszünk, azt azért is tesszük, hogy itt a földi világban a boldogulásunk által kiteljesítsük Isten akaratát. Amikor a múlttal foglalkozunk, abban benne kell, hogy legyen Isten, és nem csak azt értem ez alatt, hogy konkrétan mondjuk a református vallásossággal, annak a szokás hagyományaival, tárgyi eszközkészletével, vagy éppen az egyház történettel foglalkozik egy adott kutató, én magam is foglalkozok hasonló témákkal is, hanem arra is, hogy maga a történelem, történelem eseményei, személyiségei, politika történet, gazdaság történet, társadalom történet, mind-mind tele vannak olyan vonatkozásokkal, ahol megjelenik Isten, megjelenik a vallásos élet, és ez kihat nyilván a kutató személyére is. Tehát amikor egy sorskérdését vizsgáljuk egy nemzet történetének, akkor én azt gondolom, hogy nem megkerülhető az a kérdés, hogy az emberi tevékenységek mellett hol van ebben Isten szerepe. Én nagyon sokat köszönhetek a jó Istennek, tehát a köszönet, a hála az mindenképpen meghatározza az én mindennapjaimat. Természetesen a segítségkérés is, az imádság, a rendszeres imádság. És ez mindenképpen egy tartást, egy lelki békét kölcsönöz a számomra, egy erőt, egy olyan erőforrást, ami a további lépésre, a kihívásokra való válaszkeresésre számomra energiát ad. A feleségem is milyen hívő ember, és ez nagyon fontos közös értékrend a mi számunkra, tehát azt is mondhatom, hogy annak, hogy mi találkoztunk, összekötöttük az életünket, ez egy fontos eleme volt, és ő is a mai napig nagyon sok fontos egyházi szolgálatot végez, kórházi lelki gondozással foglalkozik, tehát számára is ez egy olyan érték, ami szinte az egyik legmeghatározóbb, és hát persze ilyenkor az a célja az embernek, amikor már családot alapít, hogy aztán a gyermekét is hitben nevelhesse.